sikeresen kvalifikálta magát Mészáros Zsókkal szerbiai országos bajnokságra. Az előző évben elért eredmény alapján tudott csak részt venni a hétvégén Králjevóban megtartott versenyen, ahol több mint 200 sportoló vett részt. Súlylökésben 12 méter 91 centiméterrel az első helyen végzett, míg diszkoszvetésben 24 méteres dobással a második lett. Nekem ez nagyon, nagyon nagy sikerélmény, mert tavasszal kezdtünk el komolyabban foglalkozni a súlylökéssel, és azóta 3 métert fejlődtem, és persze nagyon jól esik, meg nagyon örülök neki, mert tényleg mindenki, aki ezzel foglalkozik és munkát tesz bele, az persze, hogy örül neki, szóval, hogy... A Magyar Kanizsai Partizán Atlétika Klub közel 40 éves fennállását ünnepli. Jelenleg több mint 40 tagja van, akik számos versenyen vesznek részt, emelte ki a klubelnöke Mészáros Kornél. Nálunk itt Kanizsán a dobásoknak nagy hagyománya van amúgy, tehát vannak nagyon nagy dobóink visszamenőleg, most is hát ugye van fölnőtt kalapácsvető, országos helyezettünk van, gerelyhajítónk, a Magyari Ákos és a Bérit Nikoláról beszélek, tehát hogyha egész visszamegyek 20-30, akár sőt idén a 40 éves évfordulónkat emlékezhetjük, akkor a Kjágy Deján, a Dencs Krisztián és a többiek, ők nagyon nagy eredményeket értek el. A Magyar Kanizsai Partizán Atlétika Klub célja továbbra is a sikeres szereplés a versenyeken. Azt is tervezik, hogy indítanak egy nyári dobóiskolát gyerekeknek.